Szép estét kívánok, köszöntöm a Paletta kulturális magazin nézőit. Ma este megismerkedhetünk egy fiatal tehetséggel, egy fiatal képzőművész tehetséggel, Szalik Dilánnal. Székesfehérvár vendége volt Tóbi Sztineli Tamás, a Misztrál együttes kiválósága, és folytatódott a Somorjai Ferenc hangversenybérlet sorozat. Tartsanak velünk! Megkezdődött az évad a Fekete egy szárazréti közösségi házban is, ezúttal Szalik Dilán fiatal képzőművész alkotásait láthatta a közönség. Mikor megérzem a festőszer édes illatát, szívemet valami furcsa érzés járja át, és megszűnik a külvilág. Élvezem, hogy az üres semmiből megfestem az élet egy pillanatát, és ha kész, megcsodálom, és megköszönöm, figyelem, mint újszülött gyermekem, hiszen egy részem, belőlem, s ha már nincs velem, mindvégig megőrzöm emlékeimben. Szenci Jánosné nyitotta meg versével a fiatal kur tehetség festménykiállítását Fekete egy száraz réten. Szalik Dilán már kicsi kora óta rajzol és tervez ruhákat. Az ő festményeiből nyílt kiállítás, amit meg is vásárolhattak az ide látogatók, valamint az általa tervezett legújabb kollekciót vonultatta fel a divat bemutatón. Leginkább színes és egyedi darabok. Legtöbbször így igyekszem a saját származásom motivumait, színességét, díszességét is belevinni. Honnan jött neked anno a festészet, illetve a tervezés iránti érdeklődésed? 3 éves korom óta szeretek rajzolni, varni. Annak idején ugye kézzel vartam Barbie babáknak ruhákat, és azóta folyamatosan dolgozom rajta és fejlesztem magam. És ha jól tudom, azért voltak elismeréseid, meg nem ez az első alkalom, hogy itt bemutatod a kollekciódat. Mi az, amire a legszívesebben emlékszel vissza, mi az, amiket ki tudnál emelni? Amit ugye nagyon szerettem, az nyáron a Mandala kávézóban tartott kiállításomat. Ott ugye szintén volt egy hastánc, a Fehérvári Kézművesek Egyesületének az elnöke mutatott be, és egy rendkívül színes és mozgalmas program volt. A divattervező és festőművész munkáival már többször is találkozhattak a fehérváriak, valamint a közösségi oldalon is láthatók képei. A terület önkormányzati képviselője Szigli István szerint fontos, hogy ne csak az idősebbeknek, hanem a fiatal korosztálynak is szervezenek programokat, ezért is hívta meg az ifjú tehetséget a közösségi házba. Arra gondoltunk, amikor a közösségi házat megalkottuk, hogy széles skálán mozgó programokat állítsunk össze, változatos programokat, egyedi programokat, és olyat, ami nem mindennapos, például Székesfehérváron sem. Ez a mai esemény is ilyen. Egy olyan jó fél éve akadtunk egymásra a főszereplővel, és akkor gondolta azt, hogy egy ilyen közösség elé, egy ilyen létesítménybe megmutatná önmagát és az alkotásait is. Én úgy gondolom, hogy helye van ennek a közösségi házba az ilyennek is, nem csak a nagyobb produkcióknak, hanem egy számunkra is egy furcsa világot hoz el ezzel a produkcióval a főszereplőnk, és bízunk benne, hogy nem ez lesz az első és utolsó esemény, amit itt rendezni fog. A kiállított képek, amik jelenleg ugye a színpad hátterén vannak, azok a kiállító térbe be fognak kerülni, tehát folyamatosan lehet majd nézni ezeket. És mit gondol arról, hogy ilyen fiatal tehetség állítja ki, itt ki az alkotásait, illetve tartja a bemutatót, hogy ez miért lehet jelentős? Hát azért jelentős, mert egy érdekes dologgal kezdeném, hogy október 1-től ennek a közösségi háznak egy 20 éves vezetője van. Tehát ha onnan kezdjük a dolgot, aki közösségszervező szakon tanul Nappali Egyetemen, az ELTE-n, és közben itt dolgozik. Tehát ha ebből indulunk ki, hogy egy korszakváltás történik a vezetésben, a mindennapos életben, akkor ahhoz is köthetjük, hogy van egy olyan fiatal vezető, aki ezt a korosztályt, az ő korosztályát, vagy néhány évvel idősebb generációt is be tud hozni a házba. Ez egy alapvető kérdés volt. A program kavalkádot Cserháti Tünde hastáncos bemutatója, valamint zenés előadás színesítette.
Tóbisz Tinelli Tamással, a Misztrál együttes tagjával találkozhattak a Királykuti Esték résztvevői. A vendég a Daliás idők címmel nemrégiben jelentette meg Arany János balladáiból, a Toldi szerelméből készült dupla albumát. Folytatódott a Királykuti Esték Bakonyi István József Attila díjas irodalomtörténész népszerű portrébeszélgetés sorozata. A rendhagyó találkozó vendége ezúttal a Misztrál együttes egyik kiválósága, Tóbisz Tinelli Tamás volt, aki a közelmúltban megjelent Daliás idők című első önálló lemezének anyagával Arany János csodálatos világába kalauzolt el bennünket. A Misztrálban én azt hiszem a három oszlopos tag nagyon jól kiegészíti egymást, tényleg külön világot képviselni, de mégis megvan az a sok-sok érintkezési pont közöttük, ami igazából a Misztrál stílust, a Misztrál hangot jelenti számunkra. Igen, hosszú évtizedek óta, most már több mint két évtizede a színpadon vannak, és sorra jelenítik meg a magyar költészet legszebb darabjait, a klasszikusokat, a moderneket egyaránt. A mai estén egyébként főként Arany Jánosról lesz majd szó, hiszen a Daliás idők című dupla lemez, Tóbisz Tinelli Tamás önálló lemeze, azt hiszem, hogy az elmúlt időszaknak egy nagyon rangos zenei és irodalmi eseménye is volt. Mennyire misszió neked az, hogy folyamatosan vendégül látod azokat, akiket legfeljebb, ugye Székesfehérváron kevésbé, tehát legfeljebb lemezen hallgathatunk? Én azt remélem, hogy az ilyenfajta zenészek, művészek egyre inkább hallgathatók lesznek országos szinten is, hiszen azért a Misztrál nem csak a országon belül, de országhatárokon túl is már ért el nagyszerű elismeréseket. Nekünk különösen fontosak, ugye nyilván most arra is gondoltunk, hogy a fehérvári versünnephez, vagy a csíki verstáborhoz, vagy versünnephez és a nyári verstáborhoz is ezer szállal kötődnek, és hát viszik, én azt hiszem, azt a színvonat, és azt annak a küldetésnek felelnek meg, ami hát a költészet legnemesebb népszerűsítését szolgálja. Mi az a plusz, amit a versen túl ad neked a zene, ami kapcsolódási pont számodra? Ezen sok vita van, és ugye vannak, akik meg is kérdőjelezik a vers megzenésítéseknek a értelmét. Én már sokszor elmondtam, és továbbra is azt tartom, hogy az a számomra fontos ezekben az alkotásokban, hogy alázattal közelednek a versszöveg felé, nem helyezkednek a versszöveg fölé, hanem azt szolgálják, és így módon én azt hiszem, hogy valami olyan többletet tudnak adni, amit tulajdonképpen csak a zene képes elérni. Szoktuk mondani, hogy az érzelmek kifejezésében a zene mehet el a legtovábbra, az irodalmon belül pedig egyértelmű, hogy a vers mondhatja el sokszor a kimondhatatlant, és ehhez segít hozzá egy nagyszerű megzenésítés. Tóbisz Tinelli Tamás a két lemez együttes megjelenésével ahhoz a vágyott célhoz segítette hozzá a Királykút emlékházba látogatókat, hogy az Arany János által megénekelt Toldi szerelme eposz megzenésítésével szembesítse az embert, egy a felgyorsult világban méltatlanul keveset citált alkotó csodálatos költői világával. 16 éves koromban kaptunk egy olyan hírt, hát majdnem, hogy felkérést egy tanárnő által, hogy Budapesten van lesz egy Balassi Bálint énekmondó verseny. Hát kamasz legények voltunk az öcsém és én, és megzenésítettem egy Balassi verset és egy Bornemissza Péter verset, és el is jöttünk Magyarországra, mi felvidékiek vagyunk, eljöttünk Magyarországra, Budapestre versenyezni. Hát mi ilyen rock korszakunkat éltük, ilyen beat formában adtuk elő a dolgot. Eleve nagyon csodálkoztunk, amikor megérkeztünk a versenyre, ugyanis mindenki hagyományőrző ruhában volt,
kobozzal, lanttal. Hát a zsűritagok is így hátradőltek, amikor láttak és észlelték, hogy mi egy más formában fogjuk ezt művelni és előadni. De érdekes módon nagyon megtiszteltek minket. Valami külön díjfélét kaptunk akkor, nagyon megdicsértek minket. Hát korábban, 12 éves koromban történt, hogy megpróbáltam megzenésíteni a toldi előhangot. Akkor ilyen kezdetleges módon a szüleim meghallgattak, és hát a kezdetleges gitártudásommal próbáltam ezt előadni. Nagyon örültem, amikor végül 40 éves koromban létrejött egy olyan lemez, aminek ez az egyik fő dala. Ugye arról beszéltünk, hogy fontos számodra a vers, és fontos számodra a zene. Ez a kettő, amikor találkozott, nyilván megerősítést is hozott. De mikor érkeztél meg, ugye Felvidékről érkezve, mennyit tett hozzá ehhez a Misztrál megalakulása? Hát tulajdonképpen a Misztrál együttes egy olyan csapat, olyan emberekből álló csapat, akikből három ember tulajdonképpen kamaszkorban találkozott, tehát 18 éves korunk óta együtt zenélünk, és zenésítjük a verseket, és adjuk elő a verseket. Hát nagyban hozzájárult a Misztrál ahhoz, hogy ezt én folytassam, hiszen egy 16-17-18 éves ember még próbálgatja a szárnyait, és messze nem biztos abban, hogy egyáltalán mit akar csinálni, mit lehet csinálni az életben. Úgyhogy szerintem nekem is, de a Misztrál többi tagjának is nagy dolog volt, amikor már sok éve zenéltünk együtt, és akkor valahogyan körvonalazódott a számunkra, hogy mi valóban verszzenésítők vagyunk. Gombó balotában, tágas öreg csűrben, bongó pálunk, bókszűk vonasz bűnben, bosszulja egész nap, doldi sötét árnyán, s árnyéknál fekedi, szépén a gágyákó, mi egyedül van. Igazán most érzi, nagy néha szobáig, sorra körülnézi, ez az asszony háza, ez volna sóhaj. Ma Arany Jánost hoztál. Méltatlanul elfeledett mondhatjuk Arany János ebben a felgyorsult világban. Mi késztetett arra, hogy Arany János versének megzenésítésével mutasd meg, hogy igenis itt van velünk, itt él köztünk? Nem véletlenül a szívem csücske, hisz Arany János alapvetően egy olyan hősi kort jelenít meg néhány versében, amit átéltem gyerekként, amikor álmodozva szaladgáltunk az öcsémmel a Krasznahorkai várban, illetve a Bajmóci várban és egyéb helyeken. De hozzáteszem azt is, hogy kellett ehhez a 2017-es Arany János év, amikor is lehetőségem lett arra, hogy kiadjak egy Arany János lemezt. Bár nem ment ez olyan könnyen, kicsit rögös volt odáig az út, de hál' Istennek sikerült, és nagyon köszönöm azoknak az embereknek, akik ebben segítettek. Az alázata, hogy Tóbisz Tidenli Tamás Nagy Lajos korát megénekelve, Toldi Miklóst megidézve elhozta Székesfehérvárra a Valaha Voltat, reményt ad arra, hogy igenis lehetséges a letűnt korok cselekedeteiben keresni a jövőt. Folytatódott a Somorjai Ferenc hangversenybérlet sorozata az Alba Régia Szimfonikusok koncertsorozatának részeként. Bősze Ádám vendége ezúttal Maróth Miklós akadémikus volt.
Több mint koncert. Ez a mottoja már két esztendeje a Somorjai Ferenc hangverseny bérlet sorozatnak. Az Alba Régia Szimfonikus Zenekar személyes missziójának tartja, hogy új ötletekkel törje át a hagyományos hangversenyek kereteit, így a klasszikus műveket mindig egy emelkedett beszélgetés kíséri. Ez a koncert, amit itt az Alba Régia Szimfonikus Zenekar megálmodott ebben a sorozatban, az nem feltétlenül kötődik a beszélgetéseiben ahhoz a műsorhoz, amit éppen a közönség hall. Legalábbis nem direkt módon. Nyilvánvaló, amikor egy ilyen kaliberű tudós érkezik hozzánk, mint Maróth Miklós, akkor azért az ő személyét, az ő pályáját is valamennyire a közönségnek szeretném bemutatni. Tehát biztos, hogy lesznek személyes kérdések. Ezen kívül nyilván az ő óriási tudásából mindkét fogalomhoz tud majd társítani olyan történeteket, amiket én majd megpróbálok kiszedni belőle, amik esetleg valamilyen áttétellel kapcsolódhatnak a mai műsorhoz, de az egésznek inkább azt az értelmét látom, hogy egy klasszikus, művelt beszélgetés olyan a műveltséghez hozzátartozó darabok között, ami által az egész egy ilyen nagyon nemes értelmi szórakoztatássá, szellemi szórakozássá változik a közönség számára. Az idei hangverseny sorozat csütörtöki állomásán Bősze Ádám beszélgető partnere, a Széchenyi díjas magyar klasszika filológus Maróth Miklós volt. A párbeszéd a komoly zene szeretetétől egészen a görög filozófiai kérdésekig terjedt. Ugye gyerekkoromtól kezdve olyan közegben nőttem föl, ahol mindenki tanul zenét és mindenki játszott valamilyen hangszeren. Aztán az egy más kérdés, hogy az ember, amikor már nem jár tovább zeneiskolába, akkor a zenébe megtalálja azt a területet, ahol a különböző problémákat elfeledve, ugye az ember jól érezheti magát a munka közben is, ugye, hogyha az ember hallgatja a zenét, vagy hogyha csak úgy saját szórakozásra hallgatja, tehát akkor teljesen kikapcsolódik abból a világból, amely körbeveszi. Az Estazátok és áldás címet viselte az előadásban Joseph Haydn, Liszt Ferenc és Weiner Leo dallamai kerültek terítékre. Az október 23-ai ünnep miatt ez most egy magyaros program lesz, és az átok az a Liszt mű miatt került be a címbe, a Maledikción, egy nagyon fiatalkori zongoraverseny, és Balogh József fogja tolmácsolni fantasztikusan. És a Haydn bár nem magyar szerző, de mivel Eszterházán eltöltött évtizedeket, erős magyar hatás mutathatunk ki egy német darabjában, és ebben a 88. egyébként nagyon derűs alaphangulatú műben is ez érződik. Annak a finálja egy egészen éteri, kedves, naív, vidám tétel. A Weiner Serenád az pedig minden magyaros karaktert tartalmaz, ami annak az érának a sajátja volt. Nagyon kellemes, ritkán játszott, de nagyon kellemes, fantasztikusan jól megírt darab. Liszt Ferenc zongora versenye vonózenekari kíséretre megírt romantikus, virtuóz alkotás, különleges tehetséget kívánó darab, aminek eljátszására a fiatal zongora művész Balogh Józsefet kérte fel az Alba Régia Szimfonikus Zenekar. Nagyon fiatalkori műve Lisztnek, igen keveset játszott mű, hiszen nagyon kényes, nagyon nehéz előadni, elég kicsi apparátus az, ami eljátsza, és abban az időben Liszt nagyon más zongorát használt, gyerás zongorát használt, és a mai zongorán elég nehéz előadni, teljesen más struktúrákat írt le arra a zongorára, mint a mai zongora megkövetel, hogy a saját maga életében is átírta azokat a műveket, amiket fiatalon írt, akár a transzcendens etüdökre gondolunk, akár a többi zongora versenyre. De nagy várakozással tölt el ez a koncert, most játszom egyébként másodszor, soha nem játszottam még az Alba Régia Szimfonikus Zenekarral, tavaly egyébként a Liszt Ferenc Kamara Zenekarral eljátszottam már egyszer ezt a művet. Thank you.
Somorjai Ferenc zenetanár és karnagy, a székesfehérvári zenei életek meghatározó egyénisége volt. Somorjai Ferenc egy nagyon fontos személyiség a székesfehér zenei életében, aki nagyon komoly életművet hagyott maga után, szervezői és tanári és zenetanári területen, úgyhogy mindenképpen ezért fontosnak tartottuk, hogy a nevét megőrizzük. A sorozat idén annyiban változott, annyiban mondhatom, hogy megújult, hogy már nem csak zenekari koncertek, hanem kóruskoncert is került a műsorba. Ugye megalapítottuk az Ars Oratoria kórus, és ennek lesz a koncertje december 7-én, amely ennek a Somorjai sorozatnak az utolsó koncertje. Annyit elmondanék, hogy a koncertet a szemináriumi templomban terveztük megrendezni, de kicsinek bizonyul a templom, olyan nagy az érdeklődés, aminek nagyon örülünk, hogy egy a kapella kórus koncertre ilyen sokan kíváncsiak. Nyilván ez tükrözi talán azt is, hogy ennek a kórusnak most már jó híre van. Úgyhogy a Ciszter templomba áthelyeztük ezt a koncertet, úgyhogy szeretettel várjuk oda a közönséget. Nagyon színes programot hallhatnak, karácsonyi adventi programot, egészen a reneszánsz napjainkig. A hangversenysorozat idei utolsó állomásán december 7-én az Ars Oratoria kórus ad adventi koncertet a Ciszterci templomban. A koncerten Bősz Ádám beszélgető partnere, a Magyar Orvosokért Alapítvány elnöke, Altóriai András lesz. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt, viszontlátásra!